Best for Soil, komposzt, gyakorlati információ. Üdvözlöm, Alfred Grant vagyok. Ez a Best for Soil videó a komposzt általános meghatározásáról és típusairól szól. Megtudhatod, hogy milyen előnyökkel jár a komposzt használata, valamint azzal is szembesülhetsz, hogy a komposzt milyen kihívásokkal jár. A videó végén az itt tárgyalt témakörökkel kapcsolatban további információt találsz. Kérjük nézd meg a best for Soil komposztal és egyéb talajegészséggel kapcsolatos témákban készült videóit is. A komposztált szerves KSE olyan termék, amely a szerves anyag aerób körülmények mellett történő lebontásával keletkezik. A komposztálási módszertől, a mérettől és a művelet intenzitásától, valamint a felhasznált anyagtól függően a különböző minőségű komposzttermékek széles skálája állítható elő. A termofil komposzt, amelyet meleg, rothadó komposztnak is neveznek, a leggyakoribb komposzttermék. Különböző mennyiségben állítható elő, a kéziforgatású, kis halomtól a traktoros vagy akár önforgató, ipari méretű komposztálási módszerekig. A termofil a teljes halomban több napra eléri a 60-65 Celsius fokos hőmérsékletet. Ez a hőmérséklet garantálja a gyomok és a korokozók elpusztítását vagy deaktiválását a komposztban. A giliszta a legtermészetesebb komposztálási folyamat. Ide tartoznak az olyan epigeikus földi giliszták, mint az Eizina fetida. Ebben a folyamatban fontos, hogy ne haladja meg a 35 Celsius fokot, máskülönben a földi giliszták elpusztulnak. A gilisztakomposzt rendelkezik a mikróbák legnagyobb diverzitásával, mely kellőképpen hatékonyan nyom el egyes kórokozókat, miközben nem pusztítja el és nem deaktiválja a gyommagokat. Ezért nagyobb mennyiség előállításánál a termofil komposztálás és a gilisztakomposztálás kombinációja ajánlott. A gyakorlatban egyéb komposztálási módszereket, mint például a szabadföldi vagy rakatolt komposztálást is végeznek. Definíció szerint a komposztálást mindig oxigén mellett végezzük. Ezért az anaerób körülményeket alkalmazó módszerek nem komposztálási, hanem erjesztési módszerek. Az intenzív talajművelés és más talajgazdálkodási módszerek miatt a talajok szerves anyagtartalma drasztikusan csökkent az elmúlt században. A komposzt használata jelentősen megnövelheti a talaj szerves anyagtartalmát. A talaj szerves tartalmának csökkenése, a talaj gyakori művelése, a peszticidek és az ásványi műtrágyák használata tovább csökkenti az egyébként is rossz mikrobális diversitást. A komposzt nem csak a mikrobális sokféleség forrása, hanem a talaj mikroflórájának tápanyaga és lakóhelye is. A kémiai tápanyagok, például a nitrogén, foszfor és kálium hosszú távú és folyamatos használata csökkentette a termőképességet. A komposzt nem csupán néhány fő tápanyagot tartalmaz, hanem nyomelemeket és a talaj flóráját és faunáját is, amely képes a talajban megkötött tápanyagokat mobilizálni. A biodiverzitás a természet eszköze arra, hogy az egyes fajok túlsúlyba kerülését elkerülje. Gazdaként és mezőgazdasági termelőként is kihasználhatod a komposzt előnyeit, visszaszerezve a talaj biodiverzitását, melynek révén elnyomhatod a talajeredetű betegségeket. Melyek a fő kihívások a komposzt előállítása és alkalmazása szempontjából? A komposzt, vagy akár a komposzt előállításához szükséges nyersanyagok sem mindig állnak rendelkezésre. Ez a probléma magában foglalja a komposzt előállításának és kiszórásának technológiáját is. A területtől függően a komposzt előállítására és felhasználására vonatkozó különféle szabályokat figyelembe kell venni. Fennáll annak a veszélye is, hogy szennyeződéseket, például szemetet vagy nehéz fémeket juttatunk a talajba a komposzttal. Ha a komposztálással kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretnél, látogass el a Best for Soil honlapjára, ahol további információkat találsz.